Szeretettel köszöntelek benneteket tanévzárónkon. Ez a idei tanévnek a utolsó beszélgetése, és vendégünk Ferenczi Krisztina, akiről majd mindjárt fogok néhány szót szólni. Azt szeretném kérni tőletek, hogy fogyasszátok a mi szerény kis elemózsiánkat. Ez az osztályfőnöknek az ajándéka a klubtagság számára. Egyetek, igyatok, amíg van, nem sok van, ezt hozzáteszem. És nagyon nagy érdeklődéssel várom interneten, Facebookon az ötleteiteket az őszi tanév kezdésre. Szeptember 15-e tájéken tervezem a tanévkezdést. Nekem is van néhány ötletem tartalékban, de nagyon szeretném, hogyha többen lennétek, akik elmondjátok, hogy kiket hívjunk meg. Ősszel ünnepeljük a Liberális Klub, a volt Liliportvárosi és mostani Belvárosi Liberális Klubnak a negyedik évfordulója, az akkor lesz, hogy 4 éve ültünk le először együtt így a Balzak utcában. A mi kis történetünkről készül egy kiadvány, hát hogyha kiadó is lesz hozzá, akkor talán meg is fog jelenni, ha nem találunk kiadót, akkor majd terjesztjük a harmadik nyilvánosságba, hogy mi szoktuk ezt. Üdvözöllek! Nem lesz tanítóbácsa. Hogy? Nyári távozás nem lesz, és mindjárt Ricáról is. Hát valamelyik kolléga majd megszervezi a nyári tábort. A kegyén felajánlott, hogy szervezi, hogy a nyári tábort. Így van. Csilla néni pedig majd táborvezető lesz. Na, ez is tábort, így mondjuk. Én azt szeretem az ott alvost. Akkor teljesen az egyének vagytok, ha te ott a táborba megyünk. Az nem jó, hogy minden nap hazamentek, és aztán másnap reggel az otthoni nyűgökkel jöttök be a táborba. Na, de térjünk a mai vendégünkre, üdvözöllek, Krisztina. Sokat tanulmányoztam az életedet. Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy amit akarsz elmondjál az életeddel kapcsolatban, hiszen Krisztina színésznő. Színésznő, aki elég sok helyen megfordult. Játszotta például a Viharban Katerinát, ha jól tudom. Aztán a Koldus Operában Polly is játszott. És aztán valamiért felhagyott a színészkedéssel, és újságíró lett belőle, mint később kiderült, egy okramozó tényfeltáró újságíró. Biztos nem így indult. De ha szólnál egy néhány szót, mert láttam, hogy Szegeden fejezted be a színészi pályafutásodat, és annyit még én is tudok, hogy Ruszt József eltávolításával együtt távolítottak el benneteket, többeteket, 30 színész. Erről csak röviden néhány szót szólnak. Ez egy borzasztó gyors pucs volt a Ruszt Józsefnek egy nyilatkozata a helyi újságban, amit a politika akkori helyi nagyjai úgy értékeltek, hogy az így nem mehet tovább, és egyik napra a másikra gyakorlatilag másnap visszahívták, és 30 színészt az utcára tettek. Konkrétan a mondatra már nem emlékszem, nem volt különösebben durva, ez pont a rendszerváltás hajnalában és a kicsi. És csak ott így nyertek. Igen, és jött egy ilyen pártkáder, akinek semmi köze nincsen a színházhoz. Tehát a Ruszthoz nem érhető, hogy gyakorlatilag kisöpűzték az egész csapatát. Nem mesélem hosszan a történetet, 30 gyermekem akkor született, és akkor az képtelenség volt, hogy én elkezdjek felnézni az országba, hogyha visszaköltöztem Pestre. Őt hogy hívják a 30 gyermekedet? Rámer Lilinek hívják, és ott ült. A teljes nevét. Rámer Lili. Igen. És azóta megnőtt. Tehát az lehetetlen volt, hogy akkor én elkezdek felnézni. Pesten pedig nem volt semmilyen érdekes színészi
feladat, ami az Anna Karenina után érdekel volna különösképpen. És akkor megírtam az első könyvemet, Csepperedett a Libé, az első könyvemet terjesztem. Kiről írtad az első könyvedet? Az első férjemről, Timár Béláról írtam, a két fiam édesapjáról, aki 40 éves korában hagyta valamiben maratonul elment, és ez egy halálnapló gyakorlatilag. És akkor ezt megírtam, amíg nem voltam sehol, tehát mikor Szegedről eljöttem és visszajöttünk Pestre, aztán terjesztettük, és akkor egyszer csak láttam, hogy a Magyar Hírlapban van egy újságíró, belpolitikai újságíró tanfolyamot hirdetnek, és akkor felsikoltottam, hogy ez az, ami engem érdekel, beálltam a sorba, és aztán ott elhagyottam. És a többi az, az mind az alkatomból következik, nyilván, hogy megtaláltam a legnehezebb témákat elég gyorsan. A Népszavarán dolgozt be, ugye? Igen, amikor a Magyar Hírlap megváltozott, hát a Magyar Hírlaptól éppen az én eredeti otthonom. És amikor onnan kirúgtak, akkor két évig a Népszaván voltam, 2006-ig, és aztán őszálltamból kaptam abba. Értem. Valami olyasmit is olvastam rólad, hogy elküldtek egy sajtótájékoztatóra, és hogy volt ez, hogy jöttél vissza onnan? Hát az első időben csak egy táskányi papírral. Megvártam, mert szerintem nem olyan nagy kaland. Lőtt ki. Hát semmi. Tehát igazán az, hogy egy gyakornokot elküldenek egy sajtótájékoztatóra, az alapjáraton egy teljesen mindennapi dolog. De velem ez azért volt nehéz, mert mondjuk egy flekket kértek, egy flek az olyan 1700 legyen, és az különösebb gondot nem okozott műszébi színészet, meg hát én a bölcsészkart is elvégeztem a színészet után azért még, tehát én középiskolai tanár is vagyok. Tehát a megírás nem okozott gondot, hanem a gondot az okozta, hogy mindig valami szimatot kaptam, hogy itt össze-vissza hazudoznak, és akkor első időben visszajöttem egy oktatáskányi papírral, másodszor már egy kis bőrönnyivel, harmadszorra már egy kerekeskustisról, és akkor azt mondták, hogy ez őrült, ezt nem tudjuk többet. Tehát, mert én mindig arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amit nem akarnak elmondani, mert ugye a sajtótájékoztatókból az nem érdekes, hogy mit akarnak elmondani, hanem ami mögötte van, és akkor mindig jött hozzá még egy, és akkor egyszer csak a pázlót elkezdi az ember kirakni, és akkor ez sokkal érdekesebb, mint amit ugye el akarnak neki mondani. És akkor aztán már nem nagyon küldtek, igen. Mi volt az első, amire így rájöttél egyszerűen mondva, és ami aztán nyilvánosságot is kapott valamilyen módon? Hú, ez most megfogtál. Nagyon rossz az ilyen memóriám. Mikor volt? Hát ez az egész 20 éve volt, 91-ben, 21 éve mentem a Magyar Hírlaphoz, mármint arra a tanfolyamra, és igen, aztán ott ragadtam, de egy év múlva a Sorostól kaptam egy ösztöndíjat, hogy írjak a médiatörvényről egy könyvet, ami egy nagyon nagy feltáró munka volt, és akkor kiszálltam a napizárból, mert ezt képtelenség lett volna megírni. Az előjáték a sajtószabadságról, az első, a rendszerváltás utáni első médiatörvénynek úgy, ahogy van a teljes dicsőséges előkészítése és teljes bukása a parlamentben, mert hogy ugye a pártok nem tudtak megegyezni. És az elbukott, és hát gyakorlatilag a sajtó mai napig nyögi annak, meg még nagyon sok mindennek a következményei. Tehát, hogy akkor nem sikerült az első parlamenti ciklusban ezt normálisan pártok nélkül demokratikus keretek alá helyezni. No, akkor vágjunk bele a közepébe. Vörös iszap, arany iszap. Miut? Hát a vörös iszap, arany iszap, elkutattam egy jó darabig szintén. Hát ott egy falatnyi információ volt a nyáron, és nem is volt igaz, kiderült 5 perc alatt, hogy nem igaz, de azon a szálon aztán elindultam, és addig mentem, hogy igazakat nem találtam, és az a
Megint van olyan sem történt a közpénzek, aminek nem kéne történnie, hogy ott van egy lány, de 5 kilométerre a katasztrófától, és az első pillanatban, amikor a katasztrófa tökéletesen megfelel arra, hogy utat építsünk belőle, és mentsük, ami mentető, tehát hogy muszáj volt lerakni egy csomó dolomított azért, hogy egyáltalán legyen, mint az autók menjenek, vagy járjanak az emberek. Lényeg az, hogy utána egyszer csak váltottak 43 kilométerrel odébb. Miért váltottak? Hát, aztán előbb-utóbb kiderült, hogy azért, mert azért sincs a cég, akitől lehetett hozni. Nyilván sokkal környezetkímélőbben, mert hogyha ezek a 40 tonnás autók 43 kilométerrel jönnek, az baromi jó, és nem 5-ről, és egy nyilván lényegesen olcsóbb a gázolaj 43 kilométerrel. És hát még rengeteg olyan dolog volt, aminél, hát főleg ez a kárnyi alapba fizetett pénz is nagyon durva volt, hogy egy pillanat alatt lenyúlt a gyakorlatilag a kormány. Miközben mi küldözgettük SMS-en a 200 forintokat, meg aki tehetősebb volt, az küldött utalt 10 000-eket. Egy pillanat alatt üdvözöltek, hogy egystand, és ez mostantól kezdve az övé. És akkor érdekes módon ott megjelennek ezek a segélyszolgálatok, segélyszervezetek, Léva Janikó, stb. És ugye emlékparkot akarnak építeni, amikor eszkágában nincs az ott lakóknak emlékparkot építeni, ráadásul ronda, ráadásul funkciótlan, nem a szívükről szól, hanem van benne megint egy csomó kő, meg egy kereszt, vagy valami, és akkor ott hagyják. A pénzt miért kell irányítani a mondjuk egy ökumenikus segélyszervezetnek épésszel egy ilyen emlékparknak az építését, ha csak nem azért, hogy újra hozza a távoli zsugát, amiből le. De most túl sok ilyen volt a vörös iszap körül, és közben az volt az egész darab érvázatom, mert már nem foglalkozom vele ennyi hónapig, hogy abszolút illetőjétek a történetben. Hogy ők voltak ebből az egészből az utolsók, és azért volt az utolsónak ez a címe, hogy aranyiszok. Mert végül is az alakult ki az ott élő embereknek, amitig elég volt a saját tragédiája, hiszen a 10 ember meghalt, földönfutó állt egy csomó család, amin átmentek, amit átértek, ez elég volt. Végül azt mondták, akkor látták, hogy csak jönnek a gépek, csinálnak egy csomó olyat, amire nekünk semmi szükség, mennek a milliárdok, az állam 50, eddig 55 milliárdot hallott be, hogy rákörjük. Csak így azt nem kérdezik meg, hogy velem mi van öreg, te mit akarsz? Akarsz emlékpartot, vagy inkább szeretni a helyettet? Nem tudom mi. Szóval végül azt mondták a helyben élők, hogy ez csak néhány embernek volt arra, vörös iszapot, többieknek aranyiszapot. Tehát a néhány emberen kell azt érteni, akiket ért a tragédia, és a többiek. És voltak nyertesei. Most ennek a módszertanára, meg gondolom, mindannyian a módszertanára vagyunk kíváncsiak. A lenyúlásére vagy az nem, módszeresére? Nem, a telkok nyomozó módszerre vagyunk kíváncsiak. Ami nem titok módszerben, nehogy elnyúljuk a módszeredet. Simán adó. Értem. Azt mondtad, hogy kaptál egy hamis információt ebben az ügyben, azon indultál el. Igen. És akkor mit csináltál? Beültél az autóba, és nem? Nem. Próbáltam a hamis információt adottól egy kicsit többet megtudni, hogy mondjuk ki mondta neki. Hát akkor én még nem tudtam, hogy hamis az információ. De hogy ki mondta. Hát akkor körülbelül 10 kör alatt sikerült kideríteni, hogy valamilyen tök lepusztult borzadályos fazon, éjszakában dolgított, nem tudom. Oda való levecsőr vagy? Nem, semmi közel, ezért végül egy reggel sikerült vele beszélnem, 86. nekifutása. És hát én a Pesti telefonról hívtam, fogalmam nincs, hogy éppen hol levetszem. És akkor mondott egy másikat, hogy az majd talán tudja. De az kiderült, hogy egyáltalán nem akar velem szóba állni, de az, akkor már eljutottam az eredeti bányáig. És mondom, hogy de hát uram, ez az ön érdeke lenne, akit cserben hagytak. Tehát aki ott felkészítette a bányáját arra, hogy ő akármilyen mennyiségben szállít, és aztán egy hónapot ott hagyták. Azért, mert kellett a Simicskának a lehetőség, a Simicskáiknak. És azt mondja, hogy na jó, hogyha lejön, akkor mutatok magának olyat, amit még sose látok. Úristen.
jól lemegyek, hát mit tudok csinálni, próbáltam győztetni, így nyomni, és akkor az volt a marha nagy titok, ami kb. 3 hónapja volt fönn a neten, mint egy szakértői vélemény, viszont ennek kapcsán akkor már azért a terepen végigvitt, akkor már én tudtam emberekkel beszélgetni, akkor már beláttam, hogy mi merre menni, és közben én leveleztem a kormányzati szervekkel, természetesen sűrűn bombáztam őket, hogy akkor ez itt miért szakadt meg, és akkor az egyik elárult egy kicsit, a másik is elárult egy kicsit, és akkor végre jutottam a sírsgálat, és akkor megláttam a negyét a cégbejegyzésbe, akkor azt mondtam, hogy meg vagy igen. Akkor ezért történt, mert kb. Nincs érteszű magyarázat, hogyha valamit megvehetsz a közérbe itt magad mellett, akkor miért mész el érteszű hogy hát nem tudom, szóval van egy szállam, azt így kihúzom, itt van egy ilyen marha nagy kazol, és akkor addig kell tisztítani azt, ami igazolható tényi nem válik, igen. Tehát amíg az állítás az, hogy ehhez a kormányzati eszközöttől kezdve a zsarki fűszeresség, vagy akivel, mit tudom, ott a pályadon beszélgettem egy bácsikával, amíg vártam a vonatra, de például az nagyon informatív. De van, aki megfél és nem mer szóvalni az emberek, tehát ez soha előre nem lehet egy teremnél megjósolni, hogy az mennyit fog hozni, csak el kell menni. Mindig többször. És akkor, mit tudom, a pályaudvaron a bácsi vagy a Kolontári utcán a néni, oda mész, hogy jó, Kolont Ferenci Krisztián, a papnyomozó újságíró vagyok. Nem. Kérdezek ilyen egyszerűeket. Nem. Hogyha azt kérdezed, hogy aki a bányai tulajdonos, annak megmondom, hogy egy Ferenci Krisztián papnyomozó újságíró vagyok. De hogyha Jani bácsi ott ül, és ő is vár a vonatra, akkor csak beszélgetek vele, mert én is én akkor nem csinálok olyasmit. Tehát az inkorrekt lenne, hogyha én őt felhasználnám, úgyhogy ő nem tud róla, de én nem felhasználnám. De itt a Simicskáiknak, mikor írtam, természetesen azt írtam, hogy Ferenci Krisztián újságíró. Meg mindig azt írom. Simicskával találkozom. Kivéve egy pár, nem, de a Simicskorban Magyar Zsidóban egyszer írt egy olyan édes levelet, hogy ez nagyon jó lesz, Krisztina, ez nagyon jó lesz, kérek, ha rendelhetek hozzá egy mosolygós képet, és akkor gyorsan ilyen fotósok találtak egy mosolygóst, ami így eláll a haja, nagyon rég, nem tudom, 15 évvel ezelőtti kép, egy fotósok, de már lazáltam ott, már futkosár volt, de benyomtuk a mosolygóst, az kurva jó. De hát soha többé nem, ő nem reagál már a sajtónak, de akkor még ez mint egy 90-es évek elején. A kormányzati tényezők együttműködők formálisan? Hát kénytelenek bizonyos értelemben, természetesen próbálják, ameddig lehet nem választ adni, de 15 napos kötelezettségük van a bizonyos közérdekű adatoknál, és ezt nem lehet megúszni. És tudják, hogy akkor simán perre mehet az ember, de Kolontáriban az nagyon rémes volt, hogy az összes állami szerv körbe küldött 25-ször egymáson. És nem tudták, hogy ebben a küldözgetésben kapom meg közben azt a minimális információ morzsát, amit ott felvérdelített őt. De mindegyik azt mondta, hogy ő nem válaszolhat rá. Aki kiadta a bányát a Simicskáiknak, az állami cég, de az állami tulajdonosok vagyonkezelő, neki semmi köze ahhoz, hogy kiadta, kinek hogy adta. És mindenki mosta mindig a kezét, de valahogy annyi morzsa info körbe pörgött belőle, hogy a végére lett belőle egy kenyér. Na, a földügyek aktuálisak most. Most a konkrétumoktól aztán kérdezek konkrét dolgokat, és a konkrétumoktól eltekintve én se agrárszakember, se költség, csak egy tanár vagyok. Miről van szó, ha ezt most röviden össze tudod nekünk foglalni? Hát röviden azért gondolom, hogy a sajtóból hallottátok, meg olvastátok, hogy azért a föld ügyek így az év elején elindultak, után meghirdetett az állami csomó állami földbérletet 20 évre, nagyon kedvező feltételekkel, nem licittel, tehát fix áras, aranyán, koronánként kell fizetni 1250 forintot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy birtok esetében, ha hozzá se nyúlnak a birtokhoz, csak felveszik rá a támogatást, már akkor megéri. És minél nagyobb a birtok, annál nagyobb rajta a haszon.
Ha még gazdálkodnak is rajta, akkor pedig óriási a haszon, mert buzakó, kukorica, stb. Ezek már ez eddig azt hiszem egyszerű. És utána a Fidesz hatalomra kerülése előtt és óta is egyébként azt hirdette, hogy a családi gazdák pártján áll, és majd ők hozta őket helyzetbe, szegény vidéki gazdák nyújtak arra, hogy most itt a lehetőség, hogy földterületeket szerezzenek a meglévőik mellé, hogy fejlődjenek, hogy bővüljenek. És pályáztak nem kis pénzért, mert a pályázati díj az nem kevés, aki itt volt olyan, aki 1,5 millió forintot vagy ott, mert több földre pályázott, és egyetlen tartalmat között nem nyertek. Nem nyert vissza? Ez általános egy dolog, és hát végül is már körülbelül azt hiszem országosan olyan 70%-ban mutatható ki, hogy itt abszolút Fidesz közelékhez kerültek a földek. Vannak vidékek, ahol én kutatok most, tegnap is ott voltam, éjjel értem haza. Ott gyakorlatilag már hónapokkal előtte azt terjedte az emberek között, hogy nem érdemes pályázni, mert nincs már föld, ez már mind elkezdett. De azért mégis volt, aki megpróbálta, aztán úgy beállította a pályázatot, hogy nagyon jó volt az aranyváz. Szóval vannak kritériumok. Fiatalokkal beszéltem, akik elnyerték az 5 éves gazdatámogatást, amihez nagyon komolyan kell pályázni, nagyon sok mindennek kell megfelelni, és megfeleltek. Tehát az már egy intellektuális teljesítmény, azt kell, hogy mondjam, mert ezek a pályázatok nem triviálisak, és ők se nyertek egy hektárnyi földet. És az még a nagyon szomorú, hogy van, aki emiatt le kell, hogy az állatait ölje, vagy meg kell tőle váljon, mert a nemlegelőre nem lehet kihajtani, az ömet éhen pusztítani az állatát. És ez nagyon sok helyen előfordul. Ugyanis amit ő eddig használhatott, az attól, hogy most az állami földbérleten keresztül valakinek odaadták, onnan el kell takarodni. Tehát súlyos családi tragédiákat okoz ez az egész. És a Fidesz olyan értelemben igen rosszul mérte fel ezt a helyzetet, hogy ők azt gondolják, hogy ezt a politikai árat megéri azért megfizetni, hogy bezsebeljenek ennyi 1000-10 000 hektárt a sajátjait, de nem fogja megérni, megmondom miért. Vidéken sokkal érzékenyebbek az emberek a szomszéd bajára is. Tehát azt tapasztalom, hogy aki nem pályázott és nem járt kórul, az is háború azon, hogy a Jani viszont, a Janit most tönkretették. Mert Jani ott él 50 éve, meg a Jani apukája is ott él, meg anyukája is ott él. Tehát jobban belerázkodik a vidék ezekbe a nagyon igazságtalan történetekbe, mint mondjuk Pesten történne, nem biztos, hogy a szomszéd lakáson élőről tudnám, hogy bele ez történik. Tehát, hogy ez egy igazi potrán. Ma hallottam, vagy ma olvastam a HVG-ben, az Ángyárni azt írja, hogy állítóra most már látszik, hogy valamit változtat. Beszéltél te Ángyárni? Nem, nem is ismerem. Nem is ismered? De véleményed van róla? Igen, azt gondolom, hogy egy ősnaiva, én is egyébként az ő, de olyan értelemben tökéletesen igaza van, hogy ők nem ezt ígérték. Ők nem ezt ígérték a vidéknek, ebben neki tökéletesen igaza van. Lehet, és amikor ő azt kérdezi, hogy el fogjuk veszíteni a vidéket, akkor teljesen igaza van. Az, hogy az Orbán nem reagál, az pedig azért van, mert tudom, az egész szisztéma kitalálva, az ő egész hatalmi mechanizmusa, hogy ha ő most nem adja oda azoknak, akkor baj van, mert ő most fizet. Akkor veszít, persze. Ő mindig fizet. Azt hiszem erre jó példa volt a Szárazsodalmi eset. A Tokai. Mire? Szárazsodalmi eset. Arra, hogy hogyan kerültek oda külföldről hozott emberek, hogyan kaptak ott lehetőséget arra, hogy... A Kékesi Dezsőre gondolsz? Igen, pontosan. Hát ő nem hozott ember, ő egy repatriált üzletember, aki hát nagy birtokokban gondolkodik. Most a Tisza mentén pályázatok kívül nyert több ezer hektárt, ha jól emlékszem. Tehát azt is megcsinálják, hogy pályázaton kívül
egyedül aláírják. Hát a tofai történet azért az másról szól. Az másról szól, az arról szól, hogy hogyan gazdálkodjunk úgy az állam javaiból sajátra, hogy az ne legyen feltűnő, csak hát nagyon nagy pek volt ez, hogy volt ez a nem tagulési, nem jegyzőkönyvből. Kiderült, hogy Orbán Viktor azért ezekben részt vett elég keményen. Én ezt azért hoztam ide, mert azért az ott segédkező emberek is ki lettek fizetve bizonyos állami pozíciókkal utána. Vendelszárt a Szabó Csaba, aki most előzőleg éppen véletlenül a kolontár ügyeknek volt a kormánybiztosa, most épp a földügyeknek a kormánybiztosa, a Tokaj Kereskedőház RT elnöki ügynökségi tagja volt, és a saját ügyeikben mindig eljárt, amikor még aktuális volt az Orbáni dolog. A 2005-ben megvárt a Ligori, amikor cégétől, és 2009-ben, ezt most írtam meg a Népszabadságban, nemrég eladta a földjét is, tehát most arccal a felcsút, arcsút, fejjel megy. Tehát most ott vettek mindent abból. Miért szállt ki, hogy itt te beszélgettél? Hát csináltam egy fél órás interjút, nem lett? De nem mindenki. Egyébként az életemben máskor nem beszélgettem vele természetesen. Nem mindenki. Tegnap jött velem szembe az autóból, megcsodáltak is. Rönnömat nem tudom, hogy megismert, hogy én ülök benne. Aztán fél óra múlva jött a fia is, úgyhogy lehet, hogy megismert mégiscsak. Ez egy kemény ember lehet, mert ugye úgy kezdődik a riport, amikor ő válaszol, hogy szarok rá. Hát nem úgy kezdődik, az már a vége. Az a vége? Persze, az csak egy ilyen durva bulváros kiemelés részem, hogy az a címe. Hát, az csak a vége. Tudja mit, Krisztina, szarok rá, másmit mond meg, én egy ilyen emberékkal kijövök is, vagy mit mondanak az emberek közben. Azt meg nem hallja, hogy más embereknek mit gondolnak, csak meg van a félelmet az emberek. De nagyon erősen. De akkor az csak a végén volt, hogy amikor azt mondja a Mészáros, hogy csak lett volna jobb megoldás, de azok jobban tudják. A földekre? Igen, ezzel, mint ha valamit beismert volna. Nem, az nem erre vonatkozott. Az nem az állami földbérletekre vonatkozott. Az arra, hogy a sportpályáim, ez amire most kapott 2,7 milliárdot a Felcsúti Palakadémia, az a center pályán kihott egyébként stadion, az olyan föld, igen, olyan földre épül, aminek az egyik fele az önkormányzaté, a másik fele pedig egy magánszemély írta másé, és van, aki ilyen földes csókosuk egyébként. És van még egy 5 darab kis föld, amiket az Orbán adományozott 50 évre, és most az átlátszópontunknak, aki mit tudján, feltettem a kérdést az MLS-nek, hogy ugyanezeket a szerződéseket, ezeket a földszerződéseket tenni, hogy már nyilvánosan, mint most irgalmatlan közpénz kerül ezekre a földekre, hogy mi az 50 év utáni jogi megállapodás, hogy mi lesz a sors, a földtulajdonosoké lesz, mert tánk a stadion, vagy a fordítva, szóval, hogy valami, mert ez egy ilyen visszatérő kérdés. De hát ott így van egy, szóval nem tudok jobb képet mondani, ami kifejezi a falut, hogy itt a akadémia, a gyönyörű Makovec épület, mellette épül az út, mennek körbe a ezégépek, éjjel-nappal csinálják, srácok ott küzdenek, megy a szájuk a homok, ott a focisták, mellette a fiének a marhájot legelésznek, és utána ott van Mészáros Lőrinc hatalmas telete, aminek Puskás Akadémia, busztól, a Bucskavasi, a betonelemekig, amiket majd oda beépítenek, a Mercedes-ekig, a mezőgazdasági gépekig, de most már olyan is van megkendőve a Földön, úgy lehet végigmenni a buszakában, ha minden fölött, hogy így fölötte megy. Irgalmatlan pénz, van olyan, nem tudom, a márkára, sem a nevét. Szóval mire épül ez a center pálya? Ez a center pálya olyan két földre épül. Mi az? Nem, hanem ez a magasított, tehát hogy úgy tud végigmenni, hogy elmegy. 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 Nem repül. Ez a Mészáros tulajdona, vagy bérlete el a föld? Tehát minden földön jár az övé. Nem, az, amit most elnyert az állami földbérleten, az a családtagjaival együtt, az 1000
közel 1400 hektár nyerte. Sajátja van száma, a bevallása szerint, nekem azt mondta Ágos az interjúba, miért ne hinném el, mondhatta volna, hogy 50. Akkor 100. Most elnyert 1400-et. De gyakorlatilag körberajzoltam, na hát ez volt a legnagyobb összerakni a földeket, mert úgy hirdeti meg az állam, és úgy teszi ki a honlapra ezeket a földeket, hogy nincs kettő, amelyik léptékarányú. Aha. És ez sem másolható. Tehát a végére mindig tett kell garzolom, hogy ki vagy tette az összes, mert csak a formája alapján tudom pázolózni. Mert az egyik lehet, hogy 500 per egyes, de nincs is ráírva még össze, hogy ilyen mondás, de már annyit segítsen, hogy abszolút felhasználás ellene, tehát az, hogy a szöveg sem másolható meg a pályázatok se, az egyértelmű, hogy hát muszáj nyilvánosát tenni, de nem akarták, hogy valaki ezzel nem kezdjen valamit. Maga a center pálya is ezek szerint ilyen földön van? A center pálya az mondom, egy olyan földön épül, aminek az egyik fele az önkormányzat tulajdona, és 50 évre használva volt, a másik fele pedig a Flir Tamásé, aki a Flir Tamás az földügyben csókos, úgy mondtok más mondani, tehát ők cserélgetnek, adnak, vesznek a Flir Jánossal, és az első Orbán kormány, a Herceg Kamil kísérleti gazdaság privatizációjában a Flir János vette meg az egyik tulajdonosnak, aki egy autóvillamossági szerelő volt korábban a kísérleti gazdaságban, baromira ki tudta cserélni az elemet, meg itt a lámpát, elmondott a traktorba, azt először csak egyik napra a másikra 40%-ban rázom a Herceg Kamil kísérleti gazdaságnak, amelyik a legértékesebb, egyik legértékesebb állami gazdaságunk volt, és tartós használatban tette az állam, de azután ezt feloldotta egy perc alatt, és így lettek. És 50 év múlva mi lett fel? De már nem ő a tulajdonos. Azt ők továbbadták én is állandónak. Tehát végül is oda került, ahova szánták, hogy csak egy átmeneti állapot volt pár évig. És 50 év múlva, amikor lejárnak ezek a bérletek? Erre vagyok kíváncsi, most várom rá a választ, még van egy hetű. Értem. És kérdez a kenyeres? A kenyeres Sándor az a kenyeres Sándor, aki egy multi ügyő volt, a Mamut, de már eladta. A Mamut, az a pár emeletes. Igen. Igen, és ő is ővék lett. No. Az egész Herceg Kamil kísérleti gazdaság. De végülis az egy ingatlan kanaló, mert egy csomó mindent kivoltak meg a gazdasági területből. És akkor saját tulajdonképpen. Most azért érdemes a nagy üzleteket eladni, mert felszabadulnak majd a nyugat szemhőtjából vásárolni a magyar földek, és akkor fölmegy az állat. Tehát ebben a pillanatban a termőföld, meg az üres föld az ígérhetősebb tulajdon, mint hogy ez nem ma történt, de mindjárt reflektálok arra is, hogy most miért éri meg ezt nekik végig csinálni ezt a cirkuszt. Nem. Amikor ez történt, 2001-et írunk, és amikor privatizálta az Orbán kormány, nagy botrány árán, 2002-es bukásban benne is volt. Ez a történet. Ugyanúgy, ahogy a mostani földtörténet benne lesz a volt esetben 2002-ben, megmutat. Az, hogy ma miért volt földet kapni, azért volt, mert kétharmaddal egy törvénymódosítással, egy tolvonással, pár napokban mondjuk törvényleg mutatják azt, hogy elővásárlási joga van a bérlőnek. Adnak hozzá ugyanúgy magyar fejlesztési bankos hitelt, ez így lesz, ahogy a 12 agrárcégnél is adott. Tudod, hogy mennyire vették meg ezeket a cégeket? Ezt a 12 állami kiemelt gazdaságot? 20 éves halasztott hitelre, tehát ugye 3 évig nem kellett fillért csak fizetni, és utána 3%-ot fizetnek ma is, és vitten fél áron az eredeti értékeztő. Így te is vennél. Mm. De az már eladják, az már el kell, amire most még pályázhatnál, amit majd eztán kiírnak földeket, majd most kiderül. Csak az a nagyon cínikus a dolog, hogy közben azt mondja a Fazekas Sándor, a miniszter, hogy szerette az állat. És átad 7 hektárt egy valódi gazdának, és így veri a meg 7 hektárt. És hogy 37 hektáros a magyar átlag. Igen, 37 hektáros az átlag az eddig ki nyertesek. Ebből Mészáros Lőrinc 1377 hektárja, hányszoros van ennek? Vagy a Flir családé 377, az pont 10 szerese annak. 30-40 szerese. Igen.
Csillagán. A főhercegi kastély, ez nem lenne van ezzel, vagy okos? Nem. Az meg nem más. Magántulajdon. De mert az az öregé, nem van? Igen, csak azt mutattam ki, hogy ami állami földje lett, körbeveszi. Azt adtam össze, az Nina Mészáros nyerte el, tehát eléggé egy irányba mutat. De a következő részben lesz egy olyan térkép, hogy gyömbölyjárástól, ahol az én szegényeim vannak, akiket ott, tehát ugye eléggé tipornak, meg elfogy körülöttük a levegő, de nagyon szeretném, ha nem így történet, hogy ezért csinálom. Hogy onnan végig a földtérképen megcsinálom ezeket az elnyert földeket, és el fog vinni alcsútról felcsútra, és gyakorlatilag egy traktorral végig le. Mert egyszer csak nem megyünk. És akkor az nem szabad átmenni magát előtt. De vagy törvényes, vagy pedig így? Nem, a törvényes, hogy egy majorságot, ez a Józsefi herceg majorságot, egy másik terület. Ezt tavaly vettem meg. És a Mészáros élelmi, jó, nyilvánvalóan a Mészáros magának vásárolja ezt a rengeteget. Jó, igen, a Mészáros magának kapta ezt. De a Mészáros kicsit polgármester? Ilyen polgármestert eltávolították egy mondatcsinált dologgal, hogy van a cégének adótartozása, és ez nem lett polgármester. Talán még törvényt is csinált. Nem az FCL elnöke, hanem a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiájára. Tehát ő szerzi a pénzeket. Hát akkor a fotballklubnak is. Akkor nem voltuk az MTK-meccsen, akkor ő volt az a Mészáros, aki nekiesett két MTK-s fiatalnak. Ott voltál azon a meccsen? Én is írtam, te is számoltam utána. Én azt olvastam, csak nem volt olyan, hogy abból újságkét látok. Ott egy előbb a Mészáros esett neki a két fiatalnak, akik a Kiprinkkel beszéltek, azért, mert többen kiabáltak, azt egy kiabáltak, hogy Orbán Viktor, hát az édesem. Jó. Az anyádat. Ilyen van. Az ember miniszterelnök áll jelenleg. Neki az ember, hogy foglalkozik vele, de ott óriási botrány volt, és a Mészáros megtámadott két fiatal, aki nem csinált semmit. Olvastam. Majd oda rohantak többen, köztük az Orbán papa is, beszáll. Ott volt a győzőke. Ott volt a pap győzőke, és az is beszállt a verekedésbe. Mészáros Lőrinc akkor megfenyegette az embereket, hogy följelentést fog tenni, mert hogy mit csináltuk szerint a verekedést. Csak akkor én este írtam neki egy e-mailt a polgármesteri hivatalába, és közöltem, hogy minden fölvettem kamerára, tehát megvan az egész hogy kedvére. És akkor a napi sajtónak miért nem adtátok fel a kamerával meg? Mert nem volt semmiféle kamera felvétel természetesen. Ezután másnap bejelentette Mészáros Lőrinc, hogy visszavonja, és nem értsetett senki ellen bejelentést. És aztán a Dajcs Tamás megvédett titeket. A Dajcs Tamás az meg akarja. Jó, hát a Mészáros hatalmas. Életben. Jó. Krisztina, ezt most társadalmilag nézzük a jövőjét, meg a kialakuló helyzetet, akkor itt lesznek nagy birtokosok, lesznek akrepszi parcellák, kis birtokosok, mondjuk így. Meg jobbágysorban élő emberek. Igen. Az, hogy egyik nem megvan az egyik ember, akkor lefelejtett, hogy Krisztina, ezeknek minden kell. És tényleg, egyre inkább azt látom, hogy minden, egy talpalnyi földet nem hagyott idegen kézen. Vagy addig tekerdetik a tulajdonost, amíg át nem adja meg, jobb lesz, hogyha szép szóval átadod. De mi ez az idegen? Helybeli lakos? Nem csak Orbánék. Hát az, aki nem a család, hanem a aki nem annak a körnek a tagja, aki nagy jogot nem? Azt vagy kiutálják, vagy átmúlik az apekot, vagy az ágytet, vagy a tehát, hogy addig, amíg... Tehát én most megjósolok, itt volt politikból elég sok ember előtt, hogy az Orbán Győző féle major, amit megígértem meg, hogy elmondom az a 13 hektáron, hogy 5 tulajdonlata, az tök mindegy, ez egy egybefüggő terület. De ha megnézni a képet, amit szintén én csinálom, ott van egy 5 hektáros szántó, ami még nem az övé. Most itt lebonyítékolom, hogy jövőre az övék lesz. Biztos. Ha el akarja adni, ha nem.
Tehát az ott valaki ott maradt. Én tudom kié, a tulajdonlap szerint tudom kié, a szerezésre nem maradt meg, meg egy személy, de erről a tulajdonlap. Na most, amikor itt tartunk, akkor az nem jó. Az már nagyon nem jó. De Krisztina, ez beleillik a képbe, ugye, mert a Kossuth térről azt mondják, hogy hát ez egy szimbólum, és a 44-es állapotok szerint azért úgy hivatkozom rá, mert pár héttel ezelőtt Ormos Máriával, Mincsikével beszéltem a 44-es állapotokról. Tehát ennek üzenete van. Hát azért ez másik nézőpontból, hogy ja igen, odaígértem a választ. Tehát most ebben az a volt, hogy gyakorlatilag ugye eddig lehetett propaganda szinten mondani folyamatosan azt, hogy mi nem engedjük, hogy az idegen tőkét betegye a lábát, és hogy a magyar föld nem eladó, és senki, és a zsebszerződéseket. Az első Orbán kormány nem tudom hány milliárdért vizsgált meg, és azt hiszem hármat talált, vagy kettő. A 2014-ben viszont nincs mese. Vége a uniós moratóriumnak a magyar föld szabadon adható fertőző. Akinek egybefüggő területe lesz, és akinek lehető lesz, az lesz a gazdag. Ez nincs, nem kérdés. Ha megtartja, azért majd tartja meg. És a parasztember pedig ragaszkodik a kis földjéhez, tehát nem adja el, csak hogyha nem adja el. Előbb mond le mindenféle igényeiről, de nem adja el. Tehát nem lehet olyan könnyen ma földet vásárolni. Hát ahogy jövök át a 60 pusztai magyar a József Rendszerségtől, ahol egyébként oda most mögé itt miattam jó sok kiterelt, csak azt mondom, hogy ember is nem adja el. A művelés, ahol én dolgozom. hogy képzelem én, hogy őt megkerülöm. Aztán jöttem meg, hogy én nem kerülöm meg.
hogy is a polgármester és az akadémia szóvivője, az nekem a szóvivője. Próbálkozni. Még okosabb lenne ez a Puskás Akadémia szóvivője? Tehát azért van így elosztva a szerep, hogy jó. Hát nyilván hogy elcsesztik őket valamire, hogy Mészáros nem biztos, hogy nem szabad interjúzani, vagy előtte egy komoly tréningen kell átesni. Ami szemlátomás nem biztos, hogy benne. Hát szegény azt hitt, hogy most baromi jól megmondja nekem a magáit. Most itt vagyok, tehát te életével először, és most megmondja a helyzet. Én még minden percben azt hittem, hogy most vagyok. Hogy nagyon egy kicsit kérdeztek, hogy miért voltam, nem is járt az adra, hogy minden megkérdezik. Még marad, még ez, még azt is. És azt hitt, hogy, és úgy jutott el odáig, hogy tudja, hogy biztosan szarok rá, másként van. De ott van benne a tüske, mondja is utalában, hogy írt már maga szépeket rólunk 10 évvel ezelőtt is. Van egy ilyen, persze nem pozitív értelme, van egy ilyen kérdezés. Tehát azt mondja benne, hogy na itt az alkalom, jó, akkor tudja, mit megmondom jól magának. Szegény. Mert őre nem tudom senki, hogy őt is ki kell képezni valamilyen papagáj, hommandós hitmában. Ez van az átlátszó egyébként? Ez az egész videó? Igen. Várhatatlanul tettem. Nem volt szívem egy Puskácsi. Ez önmagában. Számomra ez egy szoció. Változtatható lesz egy nem kétharmados kormány által? Nincs. Tehát ez, amikor olvasom kommentekben, meg mindenhol a marhamat lelkesek is, hogy de majd akkor, hogyha leváltják, akkor majd a számunkérés, meg a börtön, meg a... Esély sincs rá, ugyanis minden tisztességtelenség törvényben van iktatva. Ezzel nincs és legitim. Nem jogos, nem jogos, csak legitim. Csak legitim. Az egy másik kérdés, hogy azt meg lehet nézni, hogy még ezen belül is hol hibáztak, mert ahol emberek dolgoznak, ott van. Tehát túlbecsülik a saját bürokráciájukat is, ami tökéletesen bizonyos pontjain láthatóan a szolgálatukban van állítva. Tehát, hogy mondjam, én azért nem vagyok egy elem a rendőrségnek, amikor várok Mészáros Lőrincre. Szóval kikérem magamnak, hogy állampénzből őt oda rám küldjék, 2 perccel azután leültem és bejelentkeztem a titkárnőnél.
Érted? Tehát ez diszfunkcionális működés, ennyit mindenképp mondhatunk rá, ugye? Nem az én személyem miatt, hanem az ügy miatt. Érted? Hogy olyasmit csinál, amit neki nem kéne, azzal foglalkoztatom őt, amihez semmi köze, és nyilván oda meg nem megy, ahol közének kéne, amihez közének kéne lennie. Tehát erre mondom, hogy diszfunkcionális. Tehát mindenki dolga intek attól, hogy abban bízzon, hogy ebből nagy számú kérés lesz. Nem. Mindig. Ennek összesen annyian kimenetele, hogy akkor ő neki szépen hosszú tövet sorokban haza kell menni, és el kell tudni az arcukon viselni. Ott, abban a faluban, meg abban a megyében, amikor a végig megy a saját traktorú. És az hosszú idő lesz. Az nagyon hosszú idő lesz. És ugyan szagnak rá, már bocsánat, hogy én szeretem, klasszikus idéző, de azért emberek élnek. És arról van sejtésed esetleg, hogy miért pont az a rész? Most azon kívül, hogy Jordán Viktor ugye onnan jön, de miért nem a Balaton? Vagy valami Somogy megye? Miért pont Alcsony? Hát azért, mert oda valósi, azon kívül oda nagyon közel van Gánt, az a bányája, ott minden egy helyen van, és hát Budapest kapuja a legértékesebb vidéket sikerül felértékelni közpénzzel, a vízrevezetéssel, semmi váli vízet soha az életben nem látták ki, hogy a 33. helyre volt a belügyminisztérium, és egy szavazással megszavazták, mikor még be sem volt adva 2001-ben. És abban csak is ez van. Kapubeállat építettek belőle, mindenkinek valószínűleg Orbán Viktor 100.000 forintot minden háznak ajándékba, és azt mondta, hogy innen én nem is és akkor vásároltak fel ott az eményeket. Az automatikusan már így felértékelte a túlóért, 2 forintért mutatkozik. De ezt tudja folytatni és fogadni. De például tegnap voltam egy olyan házban, ahol nagyon durva következményei vannak ennek a rengeteg elköltött közpénznek, már repedeznek a falai, mert minden hatástanulmány nélkül odaépítették tőlük 6 méterre a vízszállót, de akárhova mennek, mindenki ott a vígkívül őket tovább, mert senki nem meri. És én mondtam, hogy Strasbourg, hölgyeim és uraim, Strasbourg. Mert hogy ők nem bíznek a Magyar Bíróságon, mondom, akkor is a Magyar Bíróságon kell elkezdeni, és lefek, hogyha elhagyják őket, köszönöm, akkor Strasbourgig kell menni, mert ilyen nincs, hát egyszerűen. És tudod, az a szar, amikor érzed, hogy emberek úgy meg vannak győződve az igazukról, de nem merik vállalni, mert holnap kitörik a nyakukat. Most viszont nektek van az aranykorotok az oknyomozó vizsgálásnak, mert hiszen bár merre nézve a bűncselekmények visszaélések tömege. Ez nem bűncselekmény. Hát itt viszont van egy olyan, ami viszont igen, most az átlátszó.hu-val most kezdtük el feldolgozni, tehát a Budapesti Bíróságról körülbelül érdekes történeteket. Ott viszont egyértelmű bűncselekmények van, és az összes többi felállásunk, ugye ez a jellemző. De Rákos mentett teniszklub sakkszövetségével 28 millió forintos reklámszerződést, ez nem más, mint a közpénzeknek a hűtlen kezelése. Persze, csak amiatt hiába tisztelt feljelentést. Azt mondják, hogy ennyit értünk hozzá. Hát igen, csak vannak között, valamit mellette még 60 ezer forint. Jó, hát ha van, akkor az persze. Saját fiával, gazdasági igazgató saját fiával rendezett fürdők éjszakája, közpénzpályázat nélkül. Hát akkor ezeket mindenfelé nem ismerem a fürdőt. Abszolút. De hogy bármelyik a fővárosi cégeknél jelenlátásában ugye az volt eddig, hogy a Demszki az egy román szemét volt aljas, mocskos, utolsó gazember. A fővárosi cégek vezetőit kifejezetten utolsó, mocskos, korrupt, aljas, torvaj gazemberekben rakta tele. Na most amit a BKB ügyekről, amit egyetem földobta, az ahhoz képest, amit most csinál a Fidesz a fővárosi cégekben, ahogy lopnak, az egyszerűen, ahhoz képest a hagyóik tényleg becsületes pillanatok voltak. Hát azért becsületes volt. Összességében azt hiszem, hogy az a különbség, hogy egyetlen egy kormánynak sem volt szisztémája erre, mint ahogy az Orbán kormánynak volt az első kormány idején is, és most is van. Tehát abszolút szisztematikusan és tudatosan csatornálja a belsajátból az állami. Ez egy szisztéma. És ez folyik most. Ennek a szisztémának, amit nagyon, nagyon átlátsz valószínűleg, gyenge pontja? Nincs.
Nincs gyenge pontja. Ez úgy ki van találva, itt egyetlen ettől kell, ami már ez a legtörtént. Polgárháború. Nem, valami kiesik a fixisből. Rosszat lép. Kegyeztet lesz. Utána a falatja a másikat neki, mert egyszer hihetetlenül utána nyúlna. De onnan valami megint csak egy ilyen szál a szénakagyalból jön, és akkor azt az ember elkezdi. Hát, mint egy vállás a szál. Tessék? Mint egy vállás a tokai ügyeknél. Igen. Hát ott is ugye... Összevesznek az emberek, előfutatok. Az ügyvéd. Jó, csak az a tapasztalatom, hogy évekig úgy hallgatnak, mint a Simre. Igen, igen. Évekig úgy hallgatnak, mint a Simre, tudják, hogy jelen. Besértett feleség jól jön, elég? De én engem például, mint egy szabad ember, hogy emberek így fények. Szóval én kikérem a dolgot. Ez egy ilyen vidéktéző szint, szerint ahol van semmilyen állami vagy társadalmi védelem nincs. Nincs társadalmi szervezet, nincs bizalom. Most annyi van, hogy például a szegény kis juhászomnak így azt mondja, hogy ma mondta reggel, kérdezett Krisztina olyan kis integetnek mostanában, akik mostanában nem szoktak. Na de visszamenve is, amikor mondtad, hogy mennyi elkesebb olyan kis ember volt ezeknek a galátságoknak a nyomán, amik ugye most tisztáltuk, hogy jogos galátságok. Jogba iktatott. Jogba. Törvényre iktatott. Most már törvényesek így van. Igen, ettől függetlenül azért bocsáss meg még egy szót az állami földbérletekre, hogy ez a 10 éves titkosítás ez szerintem a bíróságon nem fog megállni, és ezt többen perhik már, a sajtó is, az LMP is, vagy mindenki, ez nem fog megállni, ugyanis közvagyonról van szó, és én az 10 éve titkosították, szerintem ebben ezen el, tehát ezzel fog kutni ez az egy pont. Muszáj ezt nyilvánosságra hozni, de hát már tudjuk közben a politikusoktól, akik bárkihallgattak, nem az, hanem úgy mi lehetett megcsinálni, volt egy olyan szubjektív pontszám, amit azt adtak, amit akartak. Tehát tök két egyforma betűre azonos két pályázatán az egyiket kidobták a kukába, a másik nyert, ami fényesen bizonyítja, hogy csak ezzel a pontszámot. Tehát nem az, hogy úgy gazdálkodik. Én csak azt akarnám kérdezni, hogy május 30-ig lehetett a földeket, igen, az egy másik tök. Kivédi, az egy másik, vagy az egy teljesen másik tök. Nem. Mert én is járság közöttem, de ott is van ki a hatalmazat, aminek egy része állami tulajdon, egy csoport. Rengeteg van Magyarországon, és ez egy megoldatlan probléma. Ezzel én nem foglalkoztam, de tudom, hogy most kellett intézni, hogy osztatlan közös tulajdon dolgok. Csak ez is olyan hirtelen volt, hogy igazából a nagyon sok gazda, aki ezeket kérelte, passzombérbe, igazából nem is tudta szinte lépni, hogy majd akkor valamikor ténylegesen megtörténnek ezek a kibérések. Ja, hogy olyan rövid határidőt adta. Nagyon rövid határidőt. Jó, hát ez egy gond, és még egy gond van, gyakorlatilag a digitális szakadék. Szóval egyszer képzeld el azt, hogy mondjuk én az átlátszó.hu-t először úgy juttattam vissza az embereimnek a pusztába, hogy kinyomtattam itthon és elvittem, hogy el tudják olvasni. Mert az internetet mondjuk a kislány tudja használni, meg 5 órában egyszer csinál valamit, mert csak itt van olyan internetik ott. Tehát borzalmas nehéz az információk visszacsatolása például a pusztába, mert ami pedig valami fontos, hogy ők tudják azt, hogy ők beszélnek évek óta arról, hogy ez az Orbán győzője, ez a majorság, de az pletyka. De ha egyszer ott van már, hogy a tulajdonlap és mindez, hogy ez már tény, hogy ez jusson hozzá egy vissza, hogy abban ők már legyenek biztosak. Hogy nem tudja a mellette lévő földről képzelni, hogy az kinéz. Hogy az már február 1-én elnyerte a Mészáros Lőrinc cége, az tőlem tudja meg. Mert én gondolatot, én látom az interneten, tehát ilyen helyeken az összes ilyennél, hogy osztatlan közös tulajdon, meg állami pályázat, falugazdászokat kellett volna kiküldeni, mert egyszerűen nincsen olyan technika a birtokukban, hiába ott a számítógép, az internet olyan rohadt lassú, és nem tud. Nem. De most tanítom őket internetezni. Tessék? Maguk, akik megművelik ezeket, nem is annyira kisgazdák, hanem viszonylag nagyobb földterületeket dolgoznak rajta művedik, de egy rész, egy csomó magántulajdonos van is.
kisebb, nagyobb, 1 hektár, 5 hektár, 10 hektár, meg vannak közte állami részek, nincsenek kívülések. Akikkel én beszéltem ott a gyárságban, Jászberény és környéki falvakban, a legtöbb az fél, hogy hasonló problémákba fognak ütközni, ami ugye most Fejér megyében már megtörtént. Hát szóval környékén erre lehet számítani, mert a gékesi érdekeltsége, meg a lévó gékén, úgyhogy ott lehet még számítani, hogy cifrát tettek. Ebből is érdemes lenne ezzel a kivérési dologgal is, nem tudom, hogy foglalkozik-e valaki. Nekem most annyi van, hogy körülbelül egy év előre nem látok ki. Tehát tudom, hogy nem fogok megállni annyi. Egyébként hol vannak, tehát az biztos, hogy azért egy kicsit torzítja a valóságot, hogy azért nem csak ezek a keresett szegény emberkék vannak, akiket a széttaposnak a gonosz nagy fideszes oligarchák. Hol vannak a kőkemény szoci, meg egyéb oligarchák, mondjuk az előző érából? Tehát ők se tudják megvédeni magukat, vagy például hol vannak azok a közepes vállalkozók, akiket mondjuk? Ezt ők kéne megkérni. Ott senki nincs? Tehát lehet, hogy ez nekik jó, nem? Honnan tudjuk, hogy ez nekik? Ott én ilyenről nem szólnak volna, de lehet, hogy van. Mert hát ugye itt vagy egyedül kvázi egy ilyen bozott harcot vívva, és egy tűt keres a szénahazalban, kontraszt Simicska és az egyéb holdudvar. Hol vannak a fuklászlóék? Hol vannak az egyéb tolvajos emberek, akik szétlopták az országot, és most nyilván az ő gyújtszerűek? Ez nem az én dolgom, és itt kérdezel, amit másképp kérdeznek, de nem kerestél ilyesmi embereket, hogy mit tudom én, Várszegi, Puk, mit tudom én, akik a másik oldalhoz tartoznak, és szintén kőkemény tehetős emberek, milliárdokkal a hátuk mögött. De könyörgöm, miért keresem én öntet, amikor konkrét ügyben nyomozok? Mert tudnának segítséget adni valószínűleg. Nem akarnak. Nem igazán tartanék rá. Vagy nem. Nem igazán tartanék. Tehát egy korsénynak érdeke? Tessék? Ha ez korsén is ennyi, de nem például ő is van. Tehát ezeknek nem érdekű. Hát de akkor viszont... De nem, szóval, hogy mondjam, azért én egy függetlenül is lehet. Persze, én azt tudom, csak mondjuk van ilyesmi, hogyha mondjuk... Akkor hagyjuk a kukrászlóikat, meg a tehetősebbeket, de nem jutott eszükbe a helyi gazdáknak, illetve földtulajdonosoknak, hogy esetleg összefognak és együtt indítanak egy kollektív eljárást, amit mögött ott van. Milyen eljárást, amikor a pályázaton a szubjektív pontszámmal meg lehetett nyerni akárkinek, a műkörmösnek, hát a műkörmöstől zárva. Igen, mint a mennyiség úszta zseniálisan az életésével a műkörmény címnek. És írt róla egyébként az átságban, de ez törvényből van iktatva, érted? Én azt értem, na de ezek a törvények, ezek bizonyítatóan nem olyan nagyon régen születtek egyrészt, másrészt azoknak a gazdáknak azért van valamilyen minimális potenciálja, ha összefognak. Nyilván, hogyha külön-külön felapózva, összefognak, ugyanilyen összefogtak például szegény gazdák, Csákvári gazdák, Bajásnyi gazdák, hogy előre egymáshoz kipázlózták, hogy véletlenül se pályázzanak ketten ugyanarra a földre. Megpályázták, egy csomó pénzükből kerül. Egyén négyzetmétert nem lehet. Biztos láttad őket tévében meg mindenhol, ők voltak a leghangosabbak elsőre. Abszolút összefogtak, semmit nem kaptak, kapott a műkörmös, kapott a Nyerges Zsoltnak a áttételekkel a cége, stb. Érted? Ez nem ez nem új. De mondjuk felcsúttartsuk, meg közöljárás ilyen szokuló 60 plusz a más területnek annyira markukban vannak, tehát ott annyira közeli a... Szóval tegnap ilyen, amikor jöttem haza, már én is így kellett, hogy a bőröm megcsinálja a kocsiba, mert... Tudod? Szóval annyira közel van ott hozzájuk a hatalom, és annyira folytogatja őket, hogy csak a, nem tudom, a jegénye fa mögött, mert találkozni vele, nem tudom, kicsoda, hogy csak éjjel. Na, erről beszéltem az előbb, most visszatérek 20 perccel ezelőttihez, mert itt valaki megemlítette a 2 év múlva esetleg bekövetkező választásokat, elnézést az esetlegért, hogy ennek a politikai vesztesége... Választások biztosan lesznek, ezt nem elkítsük. Igen, előbb-utóbb. Ezek a politikai vesztesége érződik az embereknek. Hát ezt most még nem lehet fölmérni, de én azt gondolom, hogy ez részben ez a lógolyó effektus, hogy tehát ez így gurult tovább. És hogyha nagyon-nagyon lényegesen nem nyúlnak bele, ez az, ami a legszebben meg fog lenni. Tehát
túl nagy a bírvágy, túl nagy a kapcsiság, tehát egy picit kevesebbet beérnék, akkor nem tudnának ezen akkorát, de nem tudnak megállni, mert kivették saját maguk számára a kézifféket, a rendes féket, és mennek 200-ra a sztrádán. Állati frankon lehet. Tehát, hogy nincs fék, nincs első. Na most itt vizsgálik ugye egy demokrácia, de hát az összes Velencei Bizottságtól kezdve az összes ajánlás mindenre vagy tojnak, vagy hogy hát most az IMF hitte miatt muszáj lesz. De pont ez az, ami visszájára fogja fordítani az egészet. Én úgy érzem, azt most nem lehet megjósolni, hogy mikor, hogy 2014-ben lesznek meggyőződéssel választások, biztos vagy, hogy előbb nem. Hogy ez a földügy most szagos, hogy itt túlöttek. Választások lesznek, az hogy is biztos, de hogy tiszta választások lesznek, az már kizárt szinte. Én nem hiszem, hogy kizárt lenne. Uniós tagállam vagyunk, a világból mindenhonnan fognak ide jönni, ellenőrök. Ez ugyanaz, mint hogy a pályázati pontok is törvényesen olyan szörnyűek, mint amilyenek, hogy adható a műkörmösnek egy mozdulattal annyi, ami a 60 éve öt gazdálkodó családnak ment, és akkor azokat kidobjuk a műkörmösnek. Valahol ez az egyetlen esélyük egyébként, hogy ez azért csak ennek a családnak, európai családnak csak feltűnik, hogy itt a jogot saját célra használnak. Most innentől kezdve lehet azt mondani, hogy kérem bizonyos dolgokat, amihez egyébként kétharmad kellene, én például kérem a tagállam, az én kormányom, ami egy demokratikus és egy népszavazás írok ki bizonyos döntések után. Tehát én szerintem vannak jogszerű lehetőségek egyébként, hogy azt mondom, annulálom ezt az egészet, mert ez egy igazságtalan becsapásra épülő a jogot visszafordít, nem tudom, milyen folyamat. Az alkotmány bizony 50% plusz egyen módosítani fogom, és utána népszavazást fogok kiírni. És ehhez kérem az Egyesült Államokban, nem tudom, kiknek a támogatást. Az alkotmány az elég, nem elég. Én azt mondom, hogy most egy olyan eset van bebizony, tehát azért neki számára világos, tehát a vízellenelétől kezdve, én nem tudom, mindent mondhatunk, tehát van egy határa, meddig a nyugat, úgymond, és az Egyesült Államokat is, meg Európát is belép, az, hogy elég. Ha ezt utána egy népszavazással szentesíti és elfogadja, akkor azt mondja ez a politikai közösség, hogy bizony felül lehet írni, mert egy olyan választási rendszer alkalmazott az előző kormány, amiben nem lehetett az ellenzéknek. Én ezt nem tartom reálisnak. Jó, és ez az, hogy csak azt mondom, hogy lehet, hogy a sok kicsi meg a Kossuth rádiót hallgatják, és internetezni nem tudnak a
akkor valamilyen látható. Az arab világos helyzet, történet, meg például ez ugyan az átlátszó pont úgy jelent meg ez a sorozat, meg jön a héten talán a elkészülök a hatodik résszel, de átvette a népszabadság, átvette a népszabadság, a 168-ra, a klubrádió, nem tudom felsorolni, meg kell nézni vissza a rovat, de Zarbanyi földre tele van, tehát megy, hol szerepek. Azért az a népszabadság, aki átvett, ez mégiscsak 75 ezer olvasó plusz az online. A népszabadság nem tudom, most voltak, tök mindegy. Tehát azért harszál eresít. Tehát nem szabad ilyen fatalistán nézni, hogy jaj, akkor soha kérdésen. Meg oda a faluba, ahova meg nem tudom visszajuttatni interneten, oda visszajuttatom papíron, vagy levittem nekik a népszabadságot, annyira boldogok voltam, hogy a népszabadság meglátták a címlapon, a 60 pusztai bejáratot. Ez is lehet, hogy papi gondolva szerintem. Egyszerűen azért fokkodták a levegőt a boldogságtól, hogy végre valami, amit nem a itt kell nézni, hanem így, és hogy ott van, és ő ott van. És nem tudtak róla, nem tudom hány nappal később mentem itt az újságért. Azt hittem elsírom. És most, ha ennyire bátor, de meg tovább, csak azt akarom mondani. El vannak taposva, miért nem tudják fölvenni a traktorokat? De nem fejeztem be a hölgyebot. Mert hogy ide Budapestre fel tudnak jönni a traktorokkal. De pillanat, a hölgyi nem fejeztem be. Mondom, a bőgyi nem fejezi. Én azt tudom. De ha most hallgass el, és te mégis összeheted az András. Csillogci. Hát András, tartsam már. Csillogci. Nos, én csak azt szeretném mondani, hogy a hajszál ered. De az megvan az a kör, aki az a hajszál eredből értesül. Budapesten, nem vidéken, Budapesten. Egy csomó, nem hogy internet hozzáférésük nincsen az embereknek, de Pesten, nem vidéken, hanem számítógépük sem, és nem jutnak hozzá az információhoz, és ez most, nekem mindig ez a mániám, a fiatalok. Az én egyik gyerekem az ilyen közegben dolgozott, amit ki nem rúgták, és katasztrofális a tapasztalata. De olyan szinten, olyan szegények nincsen számítógépük, nincsen internetük, semmi, tehát ahhoz tudnak hozzáférni, ami ugye a nagy hozzáférési lehetőség ezeket az alapdolgokhoz. És ez mondom, ez a főváros. Ebből indulok ki. Nem, bizony, hogy nem, ezek a középiskolás gyerekek, és nem, és nem. Ott, de, hát ott dolgozott pszichológusként, és végigcsinálta ezt, és nem, az lehet, de otthon nincsen neki internet, nem tud hozzáférni, és az iskolába pedig ugye behatárolt, tehát egyszerűen és közönségesen katasztrofális a helyzet a fiatalok között, és nem csak a fiatalok között, mert hiszen az ezeknek ott van a családjuk. Nincsen semmihez hozzáférés. Nincsen. Hát jó, meg kéne szólítani esetleg őket. Nem zárják be az internetet, nem arról van szó, hogy bezárják az internetet, de hát könyörgök. Nem tud arról, hogy az ő gimnáziumában lenne könyvtár. Van olyan, hogy tudja, hogy van számítógépterem, de be van zárva, és én meg tudom, hogy azért meg is találni fel. Jó, akkor én reszektálom még egyszer a hölgynek. Én azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. Tehát én azt gondolom, hogy én elvégzem az én dolgomat, és utána az már a többi szereplőn múlik, hogy ez hogyan terjed. Valamennyit természetesen megteszek azért, hogy a kollégákkal együttműködjek, hogy könnyebb legyen átvenni, hogy bármi. Tehát együttműködjük, például a népszabadság az közelgeti, mert én népszabadságba írok rendszeresen. Csak az átlátszó pontútól kaptam a kutatásokért. Mert ez egy nagyon drága műfaj, mert eddig csak a tulajdoni lapok több mint 70 ezer forint volt. Jó, Hendrik, ezt még meghallgatjuk. Ehhez kapcsolódóan kérdeznénk, hogyha lehet tudni, vagy esetleg tud róla, hogy az átlátszó.hu egyébként hogy áll? Mert azt ugye lehet tudni, hogy a nem kifejezetten kormány közeli, vagy kormány kedvenc médiák jól el vannak látva hirdetésekkel mindennel együtt. De ami nem ilyen, tehát kezdve... Egyáltalán nem érdekes az átlátszó.hu elvi kérdés, hogy azt érdekes. Tudom, hogy ő konkrétan nem csak azt akarom, hogy... Pont ezért, hogy ne lehessen így szeretem. Ez a fajta ellenzéki vagy független média elég gyengén van nagyon világ erre átva. És láttam, hogy most az átlátszó.hu
szokottunk, hogy akár ügyekre is lehet. Kivették a balkokat, igen, és az első projektre tartva adni fölműnek meg. Azt akarom kérdezni, hogy mit lehet tudni, hogy hogy áll a tervünk? Hosszú távon megmarad, vagy... Fogalmam sincs. Én csak írok. De hát nem sok írok. Igen, igen, gondolom, hogy... Ezt gondoltuk. Az Ósi, a Soros tartja az emlékszetet. Tavaly is, ha megnézed az adományozók listáját, akkor az Ósi az, ami igen jelentős. Látom, hogy azért vannak képviselők is, akik fizetnek úgy járvédre. Jó, nem tudom, nyilván lehet átutalni, de anonim módon is lehet, de 500 forintokat is lehet. De az Ósi az, ami ilyen több millió tétel tavaly is megint. Ami nyilván az alapműködés. Az ragadott meg engem, amikor azt mondtad, hogy a hóbolyó elindult. Reméljük nem mondod el ez a hóbolyó. És két éve át akkor a lavinában ő, hogy ezt a rendszert elsődi. Nyilvánvalóan mi álmodozhatunk Európáról, meg az Európai Unió beavatkozásáról, meg itt már szélsőségesek NATO-ról is beszéltek. Ilyen nincs. Ilyen nincs, hiszen demokráciák közt élünk, az Egyesült Államok is, az Európai Unió is demokráciákból áll. Itt csak mi tehetünk valamit, és azt hiszem, hogy a mi feladatunk, és nekem ez a feladatunk ennek a beszélgetésnek az, hogy az ilyen emberek, mint Ferenczi Krisztina teszik a legtöbbet azért, hogy ez a hóbolyó nőjön és lavinává dagadjon, és ne polgárháborút hozzon létre, hiszen polgárháborúra, éhséglázadásra senkinek nincs szüksége. Beszélgettünk, mi már erről átéltünk a 20. században néhány olyan helyzetet, amikor elpusztult ez az ország. Én nem hiszem, hogy még egyszer elpusztulna ez az ország, és hiszek abban, hogy a maradék demokráciával élni tudunk. Ez az szükséges, hogy hatalmas lavina jöjjön létre, és nem pusztító lavina, hanem az a lavina, ami felépíti és helyrehozza a mi demokráciánkat. Én nagyon szépen köszönöm, Krisztina, a esti beszélgetést. Én is köszönöm, hogy megjelentettek. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, ami elsegít, amiről beszéltem, hogy senki sem kérjen is tegye a dolgot. Köszönjük szépen.